Már rakják a munkások az új járdalapokat a Katona József utcában is. Ezzel az utcával együtt összesen 7800 négyzetméteres területen újul meg a burkolat. Az önkormányzat azokat a járdaszakaszokat újította fel, amelyek teljesen tönkrementek, balesetveszélyesek. Ez a program, ami járdaprogram kapcsán van a köztudatban, ez gyártás és lerakásból áll. 2016. április 1-től 2017. február 28-ig tartó 11 hónapos program, amely azt célozta meg, hogy a munkaügyi központ által kiközvetített álláskeresők részére 27 fő folyamatos foglalkoztatását biztosítsuk. Ez a járdaprogram a Dombóvár dolgozik program keretében indult, azzal a céllal, hogy minél több munkanélkülinek teremtsenek állás lehetőséget, jelentkezőkből azonban nem sok van. A programot eredetileg 27 munkásra ütemezték, ám ebből a létszámból folyamatosan általában csak a fele, most például 14 ember dolgozik. A többiek az első nap után vagy felmondanak, vagy táppénzre, illetve szabadságra mennek. Sajnálatosan a lerakásnál egy olyan 2-3 hetes csúszással rendelkezünk folyamatosan, mert mind a gyártás, mind a lerakás során a munkaügyi központ által biztosított létszám, tehát az álláskereső létszámnak rendkívül nagy a fluktuációja, azaz két napra jönnek dolgozni, utána fölmondanak. A járdaszakaszokat viszont muszáj megújítani, hiszen az önkormányzat szeretné biztonságosabbá tenni az utcákat és elkerülni az esetleges baleseteket. A program célja az, hogy a balesetveszélyes járdák fel legyenek ezeken a szakaszokon szedve, és újra legyenek lerakva, hogy megszűnjön a baleset veszély, azzal, hogy a törött elemeket, illetve a sérült elemeket azt kicseréljük saját gyártású elemekkel. A Szigetsor és a Berzsenyi utca is elkészült már, illetve hamarosan befejeződnek a Katona József utcai munkálatok is. Hamarosan pedig a Dózsa György utcában indulnak a munkálatok.